This is a certified hood classic. Szóval ismételten szeretném megkérni a magyar kormányt, hogy reformálják meg a gyógyászati kanabisz kérdéskörét, állítsanak fel egy használható drogstratégiát, és szigorítsanak az állatkínzókra kiszabott büntetéseken. Köszönöm, tisztelettel, Márkus József. Császtok! Megjöttünk. Hello, hello! Egy ilyen plakát kéne a szobádba. Igen, nekem is. Esküszöm, küldök. Jó, ide magam mögé kiraknám. Ki az a másik Pali? Ki a másik Pali? József, Márkus József. Ha érdekel Józsi munkásság, akkor lásd meg a Fűdejó csatornát, illetve az én csatornámon találhatsz egy videót, amiben ezekről beszélünk. Kedvenc emberünk, radicsör van, igen, azzal kezdünk. De először van egy nézői csomag, képzeljétek el. Tudsz olvasni? Hát ezt nem biztos, hogy el tudom. Szia Manin és Chat! Körülbelül 2-3 éve követtem a munkásságodat, és ezzel a csomaggal szeretném meghálálni a sok szórakoztató tartalmat, amit készítesz nekünk. Március elején bekerültem a kórházba, ezt kinyomtathattad volna előre, azt hiszik, nem tudok olvasni. Március elején bekerültem a kórházba, és a mindennapjaim része lettél a gyöngyözés mellett. Oh, igen, a gyöngyök vannak benne. Hagytam a kreativitásomat szárnyalni, és megpróbáltam a profilképedet lemásolni nagyjából. Remélem tetszenek, amiket készítettem. Utóirat. Hát ezt nem tudom. A karambitot meg lehet pörgetni, csak óvatosan. Na, ő küldte nekünk, Nixi Pixel. Mutasd meg, hogy tényleg írva van, nehogy azt hiszem. Írva van, esküszöm. Tud olvasni, Józsi, ne aggódjatok. Kövessétek be Instán, valaki küldje be az Insta linkjét a csajnak. Az eneba.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehetsz. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom! Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Te bonts egy ilyet, én meg bontom a másikat, mit szólsz? Legyen. Ez egy kés, eltévedtem, hun. Milyen? Az igen, az egy karambit, mutasd meg neki. Ilyen, csak nem valódi. Ez valami játékban van benne? Igazából a Cségóban, de valóságban mintázták a múlt. Ez ilyen harcikés. Ez én vagyok, konkrétan. Amúgy ez kurva jó lett. Ez nagyon jó. Ezt amúgy lehet, hogy ide valahogy felfog. Amúgy ott jól is néz neki. Itt van, Overwatchból a Widowmaker. És még egy ilyet is kaptam, ezt nagyon adom. Azt nézd. Twitch logó. Ez amúgy nagyon jó, ezt lehet, hogy ide rakom. Itt az első termékünk, srácok. Sikerült beszerezni. Jó, hideg, Faceless Man, Radics Petinek a söre. Egyik leghíresebb magyar youtuber. És kormánykritikus, szóval amiatt egy kicsit jó fej. Azért azt kevesen tudják. És rasszista. Azt is írják, hogy rasszista, igen. Egy kicsit lehet. Rasszista. A romák utánzása miatt lett híres, igen, a Facebook idiótákkal. Mit kell tudni erről a sörről? Hideg komlós láger típusú, szűretlen, alsó erjesztési sör. A Monyó Brewing csinálta ezt is, úgy mint a Just Whitman-nek az italát, amit nem is tudtam. A Monyóban néz ki. Sziszentsük ma. Ja, azt el kell még mondani egy nagyon fontos dolgot, amit tudni kell a sörről, hogy 2023. november 28-án lejárt amúgy. Tehát ezt egy nézőm küldte, nem a Radics Peti. Tehát ezt csak egyedül fogod megkóstolni. Nem, meg kell kóstoljuk mindketten. Hopp! Azt a k***a! Hát ez kifolyt teljesen, minden olyan lett. Hát ez hogyan? Hogy volt az ennyire szénsavas? Mennyire rásztad meg? És ezt direkt megrásztad, ember? Teljesen telibe. Telibe kifolyt az egész b***d meg. A nadrágom is olyan lett. A k***a. Szandra, ide ez a három zsebkendő kevés lesz. Szerintem is. Direkt felrászta amúgy, fix. Valószínűleg tiszta sör lett a székem. B***d meg. Amúgy illatra nem rossz. Skill is. Lehet utoljára kellett volna hagyni. Ezt meghagyom ott neked. Úgy, köszönöm. Köszönöm. Nem baj, megtörlem a jóimat, aztán mehet. A lejárt sör az ilyen? Ja, hát azt nem tudtam. Felrázta a GLS. Hű, lehet, hogy kezet kell mossak. Mizu chat.
Hogy vagytok? Hát akkor egyedül maradtam. Hát ennek sörize van. Ez sörizű. Nagyon jó a design. Sörize van, nem szeretem a sört. 10 éve nem ittam sört. Olyan lesz a szagom, mint egy alkoholistának vágja. Telibe rám folyt. De még a székre is, tehát nagyon. Hú, bazeg. Figyelj, ahhoz képest, hogy romlottam, úgy nem rossz. Nem mertem rosszat mondani, nagyon sok követője van ennek a Petinek, én meg sehol nem vagyok, úgyhogy nem mertem rosszat mondani. Bandi azt mondtam, hogy ilyen vaníliás íze van egy kicsit. Hát én azt egyáltalán nem éreztem. Én sem. Lehet, hogy ez a szavatossági idővel elillant belőle, nem? Lehetséges. 4,8%-os. Jó ez. Nekem ennyi elég. Köszönöm én nekem is. Ati, megiszod? Ati, gyere. Köszönöm. Ja, de, igen, értékelni kell. Te milyen tírbe raknád? Alapból sörértékelésben nem vagyok jó, mert nem szeretem a sört. Én ugyanígy vagyok. De figyelj, ittam már rosszabbat amúgy. Sokkal. Ittam már sokkal rosszabbat amúgy. Én nekem mondjuk a Miller az egyik kedvencem, de annyira sok sört nem ittam még, hogy ilyen kialakult véleményem legyen. Szerintem én B-be raknám. Te mit mondasz? Én egyetértek veled. No, megbeszéltük. Ne én legyek a rossz. Hol van? Jó, de lehet, hogy aki meg nagy sörös és megkóstolja, az meg azt mondja, hogy az ilyen jót én még nem ittam. Úgyhogy ez nagyon relatív így, de a kategóriával van bajunk, akkor ezt jegyezzük. Hát, jaj. Meg. Ez egyéni tier list. Most pedig jöhet a kaja. Robbansd be azokat a szószokat. Lessük meg. Itt van az ősi erő, Mr. Black. És a Bigfoot Barbecue. Fekete László Magyarország legerősebb embere volt. Ő találta ki valószínűleg ezt az ízt, és ugye a fiától Fekete Mikitől, aki meg influencer. Ez a csípős? Mind a kettő szerintem csípős, de ő nem annyira, talán. Uh-huh. Ott mutatja, hogy mennyire erős. Ja, ez meg olyan erős, mint a Laci. Ez, aha. Háj, lesznek itt balok. Laci erősebb szerintem. Hát akkor kezdjük a lightossal, nem? Ja, kezdjük be lightossal, aztán... De amúgy azt hiszem a végére kéne hagyni, mert lehet küld minket úgy, hogy köpni nyerni nem tudunk. Mindet csináljuk, nem? Egyet leszünk csak. Hát ez egy kicsit megszaladt. Na, ez a barbecue sauce, ugye? És ilyen majom van rajta. Bigfoot majom. Nem mondom, hogy életem meg jobb barbecue szósza, de van egy ilyen nagyon egyedi íze, amit viszont még más barbecue szószokban nem fedeztem fel. Egy picit lehetne füstösebb, de amúgy teljesen jó, nagyon finom. A csipőssége az tényleg szinte semmi. Amúgy nekem tetszik. Alapban nem szeretem a barbecue szószt, és úgy mondom, hogy tetszik, szóval. Azért filóztam eddig, mert én nagyon sokat tettem, mert én szeretem tényleg. De jó, még egyet. Még egyet megnézek, biztos, ami biztos. No, nézzük meg az ősi erőt. Azt te nézed először. Azt bekezdem, ja. Szerintem az kevés. Azt mondod? Szerintem nem, amúgy. Szerintem nem, amúgy. Csű, meg. Kevés volt, ugye? Azon a szétcsipt a nyelvem. Nincs azon a szinten, mint az a koreai tészta. Na jó. Köcsög. Ez gatya amúgy. De hogyha sokat tennék rá, akkor lehet, hogy megütné. Uh-huh. Dolgozik. Finom amúgy. Én az alba simám. Szerintem is. Szerintem ez átír. De szerintem mindkettő mehet átírba. Ez nagyon jó. Ez megduplázom. 1-10-ig mennyire csípős? Hát nekem legyen mondjuk, hát hogyha a tíz az a korai tésztem, mert azt mondom a legcsípősebbnek. 3. 10/3. Aha. Egy 6-ot mondanak. Ez egy kellemesen csípős, de abszolút finom. A csirkének egyáltalán nem vette el az ízét. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jól összerakott termék. Ezt én az S-be fölraknám. Fölraknál az S-be? Én ezt fölraknám az S-be. Tegyük fel az S-be. Ez tényleg nagyon finom. Józsi, azt mondják, meg kéne kóstolnod azt a koreai ráment, amit mondtam. Mi van itt? Van. Jó, a végén megkóstolom. Tényleg? Esküszöm, de csak ilyen kis picit. Hát de vágod, akkor már ki kell főzni az egész tésztát, meg ráöntjük az egész szószt. Zenergy, akkora név amúgy. Zenergy. Következő termékünk. A kedves Dopeman csinálta, oké, amúgy nem kedves, de legalább Dopeman. Lime és rum ízű. A Buzsér csinált egy videót arra, hogy hogyan kell ezt meginni, és azt csinálja benne, hogy kinyitja és kijönti. Fú, ember! Direkt vártam, hogy mit mondasz. Ez így a Dopeman, ember. Tényleg, van benne egy kicsit rum. Tényleg egy kicsit ilyen lime és rum. De olyan, mintha szénsavas vízbe így bele spriccelte volna a lime-ot, és beleöntött volna egy kis rumot. Még egy esélyt hadd adjak neki. Nyomjad. Hát őszinte leszek, én ezt önszántamból nem fogom inni. Hát önszántamból én se innám, és most amúgy önszántunkból ittuk, de... Ez D. D-tír? Azt mondod, laza D-tír? Semmi bajom nincs a Dopemannel, de ez szar. De figyelj, még lehet, hogy lesz valami rosszabb. D alá nem raknám. A chillis vonat, ez a Gibbon Rickének a
cucca. Ez csoki, viszont erős. Amúgy ebben mozgok legjobban otthon, mert óriási nagy édesség. Zabáló vagyok. Amúgy szagra tej csoki, nem is kockás. Én egy ekkorát eszek. Azt a nagyot benyomod? Ja. Az komoly. Ez a Gibbon Rikének a csokija. Ez nagyon aljasan jön hátulról. Fú, bazeg! Ez nagyon megjelent a semmiből. Ez a semmiből tarol. Erősebb, mint a szósz. És amúgy finom a csoki is. Ez meglepetés volt. Itt végig éget. Nagyon éget. Ez tényleg nagyon erős. És finom. Én amúgy átírbe raknám legalább. Hát kategóriáján belül szerintem az az minimum. Hát aki tényleg szereti a csipőset és a csokit, annak maximálisan javaslom ezt a terméket. Mert a csoki része is megállja a helyét, meg a csili is. Az igen, Janosik Gergő beküldött egy 1000-est. 1000 bitet. Sikerült tuti dinnyét szerezni végül. Tuti dinnyét sajnos nem, de most, hogy beküldted, azért jöhet egy tuti juice szerintem. Háromféle tuti juice-unk van jelenleg. Itt a sima eredeti tuti juice, ilyet már szerintem ittunk mindannyian amúgy, energiaital amúgy. Vagyis nem az, csak olyan íze van meg illata. Janosik Gergő az azért találta ezt ki, mert energiaital függő volt az öreg. És úgy volt vele, hogy ő nagyon szereti ezt az ízt, viszont nem nagyon tud ilyet inni, úgyhogy ugye ne legyen benne koffein. Ezért kitalálta ezt. És a nézőinek is nagyon jó. Nagyon... Ezt akarnám mondani, hogy ez egy sima tuti frutti is. Ez az első volt, ezt még a Prime előtt megcsinálta, amikor külföldön menő lett, hogy legyen az influencereknek terméke, a Gergő az már akkor megcsinálta ezt itthon. És amúgy szeretem. Ebben van azt hiszem cukor is, meg stevia. Na itt a zero, ez ugyanaz, csak nincs benne cukor. Szinte ugyanaz. Aha, pont ezt akartam mondani, hogyha egy pohárba ki lenne, lehet meg se tudnám különböztetni. És itt van a zöld. Eddig ez a legszimpatikusabb. Ugye? A kivis. Na ennek jó az illata. Viszont a kivit azt annyira nem csipázom. És amúgy ez is finom. Annak ellenére, hogy a kivit nem szeretem, ezt is simán. Ez a legjobb három közül. Azt mondod? Személyes véleményem szerint igen. Ez amúgy, először beértékeljük, és utána jön legújabb terméke. Szerintem A az összes. Szerintem az S-tier is lehetne amúgy. Én a mondó vagyok. Influencer termékek közül ez az, amit tényleg szoktam fogyasztani. Finom, tehát hogy maximálisan finom volt, én amúgy nem iszok ilyet, úgyhogy itt megint kategóriával van baj. Ez volt a legjobb viszont szerintem. Akkor az is megint az S-tierbe, azt mondod? Ez meg mindenképpen szuper termék, mert összetételben meg akkor. Annyira az van a gyerekekbe folyton, hogy látják a kibaszott energiaital reklámokat, meg az influencerek energiaital szponzorokat, ugye. Szerintem az annyira nem cool, főleg, hogyha valaki gyerekeknek gyártja a tartalmat, érted? És a Gergő az meg azért főleg gyerekeknek gyártja a tartalmát, és olyasmi tartalom, ilyen könnyen fogyasztható, és ezért nagyon adom, hogy ő ezt kitalálta. Az lesz a menő, hogyha a gyerek tuti juice-t iszik, nem pedig az, hogyha health, és lehet, hogy nem fog leállni a szíve mondjuk 15 évesen. És itt ezt én még nem kóstoltam. Puha gumicukor, tuti frutti ízű ez is. Úgyhogy ez olyan lesz, mintha energiaitalat rákcsálnék, akkor az kurva jó. Amúgy is kurva jó. Valamint, hogyha energiaitalat rágnék. Uh-huh. És ilyen light-os íze van, tehát nincs olyan nagyon erős íze. Picit lehetne erősebb az energiaitali íz benne. De lehet, hogy csak azért ízélom, mert tudod, ez az ízhez azt köti az agyam alapból, hogy ilyen felfrissülős, és akkor így meg a gumicukor, ez meg nyilván nem fogja ugyanazt adni. Ezt is a tuti csak jártottam. Tuti gummies. Tuti gummies. Hát most annak, aki a tuti frutti ízre megy direkt, Anna biztos, hogy a legjobb választás, úgyhogy ez nem is kérdés. Finom. 400-450 között van a gumize boltokban, tuti üdítőket pedig 229-re igyekszünk levinni. 600 ml-es tuti peteket pedig le akarjuk vinni. Ja igen, mert van nekik ilyen 600 ml-s pet palack, ugyanebből a kékből, a sötét kékből. Én az alba tenném. Amúgy én is. Ezt nézzétek. Márkopédia. Ezt a pamkutya Márk csinálja. 100 kártyalapból áll a játék. És egy-egy érdekességet mutat be a világunkról, különböző témakörökben. Állatvilág, tudomány, művészet, utazás, sport. A lapok egyik oldalán kvíz kérdéseket, a másikon pedig a helyes megfejtéseket találjátok. De jó, hát ezzel a játékszabályokat nem kell olvasni, annál királyabbak vagyunk szerintem. Amúgy tényleg nagyon sok és nagyon nagyok. Az amúgy jó, meg igényes, tehát... Nem ilyen témakört szeretnél? Tudomány? Tudomány, az abban jó vagyok, abban otthon vagyok. Követ egy jó tudomány? Aha. Endokrinológiát kérdez. Endokrinológiában otthon vagyok, a sejtbiológiában otthon vagyok, fizika-kémiában otthon vagyok, földrajzban jeles vagyok. Melyik az eddigi épített legnagyobb űrrakéta 2023-ig? Ja, jó, annak lehetőségem is, na mondjuk úgy már látok hibázni. Aha, A, Saturn 5, B, Long March 5, C, Starship. Igen, meg Angora. Az is oda van írva, hogy milyen ország. Na ki tudja? Na chat, melyik őtök tudja, mert én k***ra nem tudom. Starship. Az USA-s Starship. Starship. Hát ez szuper. Ezeket lehetne... Ezt tudni fogod. Melyik emlős szaporodik tojással? Az óriás tatú, a tarajosű, a hangyássű, vagy az európai borz? Az első, nem? Mi volt az első? Óriás tatú. Tarajosű,
hangyássűm és az európai borz. Az első. És a C, a hangyássűm. Micsoda? Legalábbis a kártyára. Nem beszúg fel. Hogy a f***ba? Ez tényleg nagyon jó. Ez, hogyha bevinné egy tanár az iskolába, ezzel k***ra lehetne le. Szerintem jó amúgy. Jó, jó. Ez amúgy tényleg jó játék, ezt ajánlom. Ez amúgy azt hiszem, hogy ilyen pár ezer forintba került, tehát nem is volt annyira drága, meg semmi ilyesmi. Én ezt a szuperba tenném, és meg is mondom, hogy miért. Olyan Na. kevés olyan játékot adnak ki, meg amúgy is olyan kevés influencer termékek közül, meg biztos olyan kevés van, amik az intelligenciát, az intellektust próbálják megfejleszteni, úgyhogy ez a kor termékeihez képest mindenképp a szuper kategóriába tenném. Itt a következő ücsi. Annyi ücsit fogunk inni, ezek be fogunk húgyozni. Ez a Nessai-nak a limonádéja. Bodza citrom szénsavas üdítőital. Nem mondanám jobbnak, mint mondjuk a márkás. Azt hiszem a márkának van olyan. Szerintem jó. Meglepően jó. Nem tudom, mi az a márka, amiről beszéltek, de ez az üdítő, így ahogy fogom ebbe a dobozba, nekem ez nagyon ízlik. Nem rossz amúgy. De full, tényleg az, ami rá van írva. Full. Ez... Jó. Ő az apám. Igen, ő az apám. Amúgy nem rossz. De most egy limonádét hova tennél, érted? Az az elég nehéz állni. Ja, de most úgy vagyok vele, hogy szóval én ezt az esbe tenném. Én álba raknám amúgy. Kicsit olyan ragadósnak érzem a fogaimat utána. Azt annyira nem szeretem üccsikbe. Zsangó mango. Na, azt kóstold meg te, mert én nem szeretem a mangót. Nem, én imádom. Ráadásul a mangónak van sok jó tulajdonság a kenderrel együtt fogyasztva. Ez k***va jó. Hát ez zseniális. Ennyire? Uh-huh. Na, ezért adnék pénzt. Én imádom a mangót, de ez. Hú, ez. Akkor ebbe S kategória nem lesz, figyelj. Ugye? S az nem lesz bele szerintem, de itt a mások mangós cuccot. Egyiknek sem ilyen íze volt. Ez szerintem lehet, hogy inkább visszaadja a sima mangónak az ízét, mint a mondjuk a mangós Monster vagy a Hell. Tehát annál szerintem jobb. Nem se vagyom, hogy szerintem pont, hogy édes. Nagyon, nagyon finom. Eddig ez volt a legjobb, amit kóstoltunk. Én ja. Szívem szerint B-be tenném, de te meg azt mondod, hogy gondolom neked ez a legjobb. Hát én új kategóriát csinálnék az S fölé ennek. Egyezünk a kettő között, mit szólsz? Én szerintem álba raknám a Zsozénak a zsangó mangóját. Ez a rendes Zsozé üccsi? Ja, az üccsi. Igen, ami tényleg üccsi, mert a zsangó mangóban van koffein, de som. Energy drink, úgyhogy előfordulhat. Magas koffein tartalom, igen, 30 mg per 100 ml. Ez az üccsi, ez ugyanaz, mint a sima Ember Energy, csak koffein nélkül, mert szagra amúgy fullra. Ez az ücsi, ez nem rossz. Nem narancs, szerintem alma amúgy. Hát meg nem mondom. Alma tutti frutti. Nem rossz, de ettől is ilyen összeragadnak a fogaim. Ez annyira nem. Hát ezt az ücsit amúgy lehet, hogy én C-be raknám. Szerintem ez nem volt jó. És most jön a dinnyes málna uborka. Az uborkát nem lehet érezni. Pont ezt akartam mondani, hogy amúgy a szagából csak az uborkát érzem nagyjából. Ez az első, ahol vannak félelmeim. Fú, geci! Jézusom, ember! Ez olyan, mintha valami 30 forintos dinnyés rágót ettem volna izéval, uborkával. És b***d meg jó. Neked ne csinál! És b***d meg jó. Hát ha az életben minden félelmen ekkora fordulatot venne, vasszak. Nem, kóstolna még egyszer. Na igen, lehet, hogy jó lesz. Ott van rajta, beszélő uborka, srácok, ez a legviccesebb dolog, amit valaha láttam. Hát meg lehet inni, de nem szívesen inném. Egy kicsit olyan utóvíze van, mintha sör lenne amúgy. Szerintem sokkal jobb, mint ez az almás tutti frutti is. Én ezt a D-be tenném a Dopeman mellé. Ne. Sőt, szerintem ez rosszabb, mint a Dopemannek az itala. Én ezt megmerem kockáztatni. Hol van? Van, most megkóstolom megint. Na, ugyanolyan szar. Akkor jön az új kategória, a Dopeman lemegy, és akkor a D-be bejön ez. Csinálok egy szar kategóriát. Akkor a szart írva letehetjük a Dopement. Hát te a D-be akarod rakni, de én minimum B-be tenném, sör mellé. B-be? Hogyne. Át. Most megkóstolom meg. Berakom az üccsi mellé. Maximum. A legmagasabb, amit merek adni annak, az a C. Szerintem nem jó. Ez a Just Feedmannek a kis collab üdítője. Ugyanazok csinálták, mint a Radicsnak a sörét. Ebből is van mangós, de azt nem tudtam berendelni. Azt hiszem mangós, ugye jól mondom, chat? De ezt az almásot megkóstoljuk. Ő ilyen animátor amúgy régen, még az arcát sem mutatta. És ugye ilyen figurákkal ment a YouTube-on a kis sorozata neki. Abból mindenféle vicces videókat csinált, meg a mai napig amúgy megjelennek ezek a figurák. Tehát ez egy ilyen ikonikus cucc amúgy. Na nézzük, milyen az üccs itt ez a lény. Olmalé amúgy, szerintem. Alkoholmentes, valódi gyümölcs felhasználásával, nem tartalmaz hozzáadott cukrot, hidegkomlós íz, egyedi, hazai kisüzemi termék, 100%-ban újra hasznosítható és környezetbarát csomagolás. Hú, hát nem ittam még ilyet. Kicsit olyan, mint hogy alkoholt innál, mert ilyen komlós.
de nem jó. Pff, pedig azt hittem jó lesz. Most ez csalódás számomra. Ez egyik, amit ezt vártam egyik legjobban. Komlóból van a sör is. Ja, hát azt vágom. 900 forint egy doboz? Almás ciderhez hasonlítható. Amúgy szerintem még lehet, hogy az is jobb. Na, ez 900 forint? Elméletileg igen. Figyelj, ez verekszik a dopmennel. Ezt most komolyan amúgy, mondom. Amúgy szerintem ez verekszik. Behúzom el, hogy ne rád pikkeljenek. Azaz. Behúzta a szarba. Józsi berakta. Hát, az ne haragudjatok, de... Ez a Hajnóci Somának a könyve. Elképesztő trükkök címen. Ez amúgy hasznos. Sok izé van benne, kép, tehát mutatja rendesen, mit hogyan kell csinálni, elmagyarázza jól, meg azért látszik, hogy ebben amúgy tényleg maló van. Most hát figyelj, ez egy minőségi. Lapoz az öreg. Szépen ábrákkal megmutogatva minden bűvész trükk. Ez egy gyereknek szerintem jó ajándék lehet. Ez egy nagyon minőségi kis cucc. Ja, ú, bazeg, a Herbie-nek a könyvét is meg kellett volna szerezni. Nának van könyve. Van, írtak róla egy könyvet. Várjál, ilyenek vannak. Ezt várjál, idézek egyet a könyvből, figyelj. Péter. Nem alkoholista, hanem alkoholfüggő. Jó, és? Kettő, ez nem ugyanaz. Hát de, ezért nem értem, hogy... Ez itt a probléma. Nem vettük meg ezt a szintet, sajnos. Ezt a szintet hozza ez a könyv. Hát nem, szerintem a Herbie szintjét az biztosan hozza, szerintem egy kicsit többet is hoz ez a könyv, én úgy látom. Vannak benne kártyatrükkök is. Van itt minden. Jó, nagyon jó pofa. Az a jó, hogy amúgy vannak benne ilyen kis olyan részek is, ahol magáról ír a Soma. És ott ilyen más az oldalnak a színés, olyan, mint hogy lapig ki lenne tépve. Ez amúgy tényleg igényes könyv. Hova tegyük? Ezt az S-be raknám. Én is amúgy. Szerintem ez jó. Nagyon adom, hogyha ilyen edukatív dolgok vannak. Most pedig itt van a Zöld Prime. Ezt ugye a külföldi scammer barátunk csinálta, Logan Paul, meg a KSI. Ők egy ideig utálták egymást, meg volt ilyen boxmeccsük is, amire lehetett fogadni, aztán döntetlen lett, tehát így nagyjából mindenki beszopta a pénzét, valószínűleg meg volt bundázva. Mindenre jó, csak arra nem, amit ír. Tehát ugye ez egy hidratációs ital, de kurvára nem jól hidratál emléletileg. Tehát néztem erre a videót, de az, hogy nem értek hozzá normálisan. De itt vannak az összetevők, te lehet, hogy egy kicsit jobban vágod, de az én Amerikában importált szar. Meg gondolom elektrolit tartalma. Igen, van benne. Elkóstoltam. Nyomjad. Lemon Basz lime. Fúj. Nagyon rossz. Fú. Higított fogkrém. Ezt a szar. Hú, ennek WC illatosító szaga van, bátok. Jézusom, ember! Olyan, mintha cukrot innék. Mi is párban 4500? Az ez, lehet? Nem, ez 1000 valamennyi amúgy. Ez megkövetelne egy új kategóriát, nem? Hát ez még a szarnál is szarabb. Ez megy a szar kategóriába. Hú. Stabilan. Ja, de a zöld Prime az nincs is benne, csak pirosat raktam bele. Miért raktam be pirosat? Valószínűleg az összes az lesz amúgy. Jöhet a kövi Prime. Hú. Kettő Prime-unk van, csak zöld, meg ez. Mindenki azt írja, hogy ott marabb. De ezt nem hiszem, hogy ennél létezik. Fú, nem kellett volna akkor a kortyot ügyek belőle. Ez is nagyon ótfartasó. Nekem jobban ízlik mindez. Szerintem is. Amúgy jobb a zöldnél. Finomabb. Egy fokkal talán jobb a zöldnél. Ez se innen. Ugyanaz a szar. Ugyanaz a szar. Most jön a Pohert Balázs Lé Zord. Képzétek el ezt. Balázs Kix forgalmazza a cipős srác őről, már gondolom hallottál. A nagyon fiatalon lett vállalkozó. Na mit mondasz illatra? Illatra amúgy nem rossz. Hát tesóm, a színe szerintem ilyen fehéres lesz, ez is kókuszvizes, ha minden igaz, és lehet is benne érezni a kókuszt. Jó az illata. Én annyira nem szeretem a kókuszt, szóval annyira nem lesz a releváns az én véleményem. Jó. Neked ízlik? Voltak félelmeim így a kinézet alapján. Hát elég zordul néz ki, igen. De jó. Hát én ezt dalba raknám. Nekem ízlik. Hát én amúgy C-be tenném. De akkor ebbe nekem... B lesz, ugye? Én az alba tenném. Nekem ízlik. Ittem el ilyet? Mert kettőt kaptunk, ezt ő megkóstoltam. Szerintem jó. Kicsit multivitaminos amúgy kajak. A mangót ebbe is jól érzem. Most, hogy mondjátok amúgy, igen, érzem benne a mangót, meg a kókuszt is egy picit szerintem. Jó, nekem nagyon. És kicsit ilyen multivitaminos íze van kajak. De az Air Force, amit küldött, az a jó amúgy, az estír. De ez az ital, ez annyira nem. Nem is rossz? Hát figyelj, itt a májobbat, én a B-be tenném, ott még úgy sincs olyan sok minden. B. Figyelj, én azért ezen B-be amúgy, vagy én azért mondom, hogy nem olyan jó, mert én annyira mongót se szeretem, a kókusz se, de amúgy ahhoz képest, hogy nem szeretem, ahhoz képest jó. Akkor mehet az A-ba. Menj az A-ba. Hát hogyha nem szereted és most mégis jó, figyelj. Szerintem tényleg jó. Szar lenne, megmondanám. Legyen. Itt van a Sparkly. For Manin. Ez egy darab Sparkly ital, srácok. Ez kinek a mia? Ez a Vispartonnak az üdítő itala. Ső így küldött neked? Aha. Névre szólóan? Aha. Ez a Vispartol. Ja, ez a Vispartol. Ja.
Á, ugye azért belenézegettem egy-két videóba, hogy mégis kiknek a termékeiről lesz szó. Hát ő volt az egyetlen, akinek örültem, hogy személyesen nem kell találkozni az influencerekkel, ezt most komolyan mondom. Hát, nem akarok bántani senkit, de azt a kurva. A Tóninak van egy személyisége. Mindegyik csomagon rajta van a felirat, vagy csak az enyémen. Ez egy PR csomagolás, nehogy azt higgyétek, hogy mindenkinek ilyenbe küldik, ez dísz. De rajta vannak nagyban az összetevők is, meg minden. Parkli levél, az van ráírva. Nehéz szavakba önteni azt a hálát és szeretetet, amit most a szívem mélyén érzek. Minden nyálas, érzelgős PR-dumát félretéve 19 évesen megálmodtam egy márkát, amit az inkluzív, sokszínű látásmód és a szabad önkifejezés gondolata ihletett. Egy brandet, ami mindenkié. És amit fogyasztva határok nélkül önmagunk lehetünk. Két éve kemény munkája után megalapítottuk a Sparkly világát, melynek célja különböző egyedileg fejlesztett exotikus ízeken keresztül átadni a fogyasztó számára a diverzitás szépségét. A csomagolás az toppos amúgy. Nem rossz a csomagolás, mondjuk ez is izé ragasztott, nem izé. Ez melyik? Bodza? Bodza limonádé? Bodza citromfű. Melyik a jobb? Hát összesen lehet hasonlítani. Az ember jobb? Az sokkal. Jobban ez szájos? Szerintem, de majd kóstold meg te is. Na, olyan, mint hogyha ez fel lenne ütve ötszörösére, aztán újra lenne palackozva. Hű. Tehát jó. Tehát nem, iható, nem azt mondom, nem hogy mérgező, meg ilyenek. Ihatatlan, meg kellemetlen, meg rossz, meg nem, ez csak egy B. B-tír? Uh-huh. Amúgy amondó vagyok. Szerintem is. És akkor itt a sárkánygyümölcsös Sparkly. Amúgy ennek jobb illata van. Ez jó. Ez esküszöm jó. Nem nagyon ittam még ilyen sárkánygyümölcsös szarokat. Ez jó. Ez tényleg jó. Ez tényleg jó. Sőt, ez kimondottan jó. Ez a sárkánygyümölcsös Sparkly, ez nagyon jó. Kurva jó. Figyelj, ez nálam egy S. S-tír, azt mondod a Whispertonnak az italán? Ez nagyon jó. Majdnem vetekszik a Django mangóval. Azt mondod? Hűha. Jó, ez azért nem. Ezért adnék pénzt. Mangó marakuja. Na, ezt ráthagyom. Köszönöm. Jó, most. Szar. Látom rajtad. Én csalódott fejem van, bazzek. Hű, bazzeg, ez rosszabb, mint a Django mangó. Sokkal. Őszinte leszek, én szeretem a marakuját, meg a mangót is, de ez valahogy... De ennek is rendes mangó íze van. Nem adta meg azt a... Ó, amúgy tudod, milyen íze van? Múltkor, amit hoztál, CBD-s rágó. Igen. Az egyik az mangós volt. Igen. Na, ugyanilyen íze volt. Hát reménykedtem, de ez csak egy A-tír. Hát nekem ez ízlik, tehát hogy jó, Django mangó az... De Django mangó az is sokkal jobb volt. Azért a számolt bele, hogy ugyanakkor egy... Mert nem engedted fölrakni az S-be, de én ennek csinálnék egy teljesen új kategóriát. A Django mangónak? S plus, premium VIP deluxe kategóriát ennek a... Sparklist legyen átír. Nincs több pia? Nincs több pia. Most még jön egy dolog. Ez az Alex Csigérnek a mörcse. Az Zsenga. Alex Csigér és a Klemi van rajta. Genga, úgy írják, nem Zsenga, mert a Zsenga azt gondolom szerzőjogilag védett, vagy valami ilyesmi védett. De, mint látjátok, ez amúgy 5000 forint, azt hiszem. És kurva nagy, akkora, mint az Alcarom. Azért most legyünk őszinték, ez egy faléc, ami össze van kis darabokra vagdosva. Még ja, csak gravírozva sincs bele semmi. És kurvára semmi nincs rajta, semmi köze nincs ahhoz. Csak a csomagolására rábaszták az arcukat, és ennyi. Tehát ez... Ja, hát veszek szegély lécet, aztán összevagdosom ekkora darabokra, aztán ugyanott vagyok. Kinda igénytelen húzás amúgy, igen. De ezt nem is értem. Klemiz... Hoppá. Hopp, nyertem. Lyukasra van megcsinálva, igen. Ott a lyuk. Nyertem, gazd. Ott van, hogy Klemiz Collection. Tehát, mint hogyha egy játékboltja lenne a Kleminek. Van egy játékboltjuk, és azért kajak van egy játékboltjuk, menj már. Fé, ezt nem mondanám, hogy szar, mert érted, azért, ha ezt megeszi a gyereked, lehet kevesebb baja lesz tőle, mint hogyha dope mennek a cuccát megitta volna. Én döntésképtelen vagyok. A Barney italát várjuk a futárt. Mai napon kéne jönni a futárnak, nem jött. Józsi nem kóstolhatja meg a Barney lét, mert nincs itt, sajnos. Itt van a kék. A zöld, a narancs. Én nekem a labból, ez is fóliázban van. Itt látszik rajta a fólia, mert be van horpadva. Ja, ez elég igénytelen amúgy, amikor fóliázzák ezeket a dolgokat. A Whispertoné is fóliázban van amúgy, a Dope Mané is fóliázban van. Így sokkal olcsóbb létrehozni ezt a dolgot. Viszont
hogyha spóroltak a csomagoláson, akkor az ízén tudja, hogy nem spóroltak, tehát akkor nagyon finom lesz. Elméletileg ez már az újabbik verzió, ez azért késett, mert én ez konkrétan nekem lett. Tehát konkrétan én vagyok szinte az első, aki ezt megkóstolja. Mivel az első verziót azt kioffolták, ez a második verziója ennek az italnak, tehát ennek már más a receptúrája elméletileg, valamilyen szinten változtattak rajta, mert gondolom túl sok rossz visszajelzését, vagy nem tudom, hogy mi oknál fogva. Ennek fogorvosi rendelő illata van. Lime passion, nem szeretem a lime-ot amúgy. Az íze jobb lesz, figyeld. Hú, ez olyan, mint hogy az igazi gyógyfürdőben valaki egy pohára szedett volna. Annyira nem rossz a lime-os jégkása. Egyszer ettem lime-os jégkását, annak körülbelül ilyen íze volt, de ez nem jó. Szegény Balni pedig olyan sokat beszélt, hogy még olyan nagy terveink voltak közösen. Kifejezetten rossz íze van addig, amíg a szádban van. De miután lenyelted, az utóíze tök király. Szóval ilyen frissítős italnak nem rossz. Ez rosszabb. Ennek kicsit gyengébb íze van egy picit a zöldnél. Fekete rivizlis, áfonyás vibe-ok vannak, igen, áfonyás van benne. Igen, az előzőnek az utóíze volt a jó, ennek az utóíze szar, de a szádba finom. De amúgy az utóíze se rossz, ilyen nagyon-nagyon édes az utóíze. Nézzük a narancsosat. Olyan lesz, mint a Fanta szerintem. Hát magamra öntöttem egy kicsit belőle. Ennek konkrétan olyan íze van, mint a Fantának. Fú, hű. Nem olyan édes, mint a Fanta. Sokkal inkább hasonlít a narancshoz az íze. Ez amúgy jó. Ez nem rossz. Olyan, mintha nem narancsot ízesítették volna, hanem narancshéjjal. A zöld szerintem megy C-tírbe, a narancsos az mehet B-tírbe, szerintem a kék az mehet A-tírbe. Ettől még Józsi is meg fog halni. Gondolkodtam azon, hogy hozzak erős szósz. Ez az ősi erősed, de nem hiszem. Mindent. Még egy kis izé mehetne rá, Fekete László szósz. No. Az már. Ez a 3x-es vagy a 2x-es? 3. Fú, bazd meg. Fú, geci. Jézusom. Bazzeg. Hol a zsangó? Hol a sparkly? Köszi szépen, srácok. Mindenkinek, meg azoknak is, akik csak írkáltak, akik nem írkáltak, azoknak is köszi, meg Józsinak is köszi, hogy itt volt. Zsangó mango. Józsi atyának akkora promó lett most. Ez de jó. Amúgy tényleg nem rossz. Na, csáosztok, csőcső! Hosszan hányok be, akkor soha. Abban az egyben reménykedek. Azt a kurva, mert nem köszönöm, nem, ahogy tényleg hányok. Ott is abban az egyben reménykedek, hogy a Zsangó Mangó, vagy mi a faszom fog visszaköszönni. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljál, donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be kicsit, hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.